Én a zenei tanulmányaimat az USA-ban kezdtem, ott nőttem föl, még szüleimmel kiköltöztünk 5 éves koromba. Énekelni egyetemista koromba kezdtem el, és akkor mondták, hogy van egy hangom, és hogy ezzel foglalkozni kéne. És én ezt is tettem, és a hegedülést abba hagytam, amit addig csináltam, és főleg operákat énekeltem. San Diego-ba jártam egyetemre, utána hazaköltöztem Budapestre egy ideig, mert egy jó mestert kerestem. Ezt megtaláltam Schulz Katalinban, és utána a mesterdiplomámat Yale-en végeztem, Amerikában, operából. Amit szoktam mondani az emberek, ott talán kicsit szabadabb gondolkodásúak az emberek, és úgy gondolják, hogy bármi lehetséges. Azt látom, hogy sokkal több ember jön be az utcáról, fiatalabb, laikusabb emberek, akik esetleg nem annyira rafináltak és zenéhez értő emberek, és álló tapssal fogadják, tehát nagyon szeretik. És még egy dolog, itt van most Ákos kollégám, és ő is mondta, hogy ő egy nagy metal rajongó, és hallotta benne a Mozartban a metalt, és hogy ez is egy tök jó dolog, hogy összekapcsolják az emberek esetleg egy másik műfajjal, amit ők szeretnek, és megtalálják benne a közös. vagy 35-szörre csinálom, és még mindig a szívemig hatol az egész. Tehát annyira fantasztikus zene, hogy mindig megérint. Egyszerűen mindig tud valami újat mutatni, nem tudom megunni.